Köszöntök szépen mindenkit az előadásomon. Engem Pári Gábornak hívnak, és a Mirázsról fogok beszélni, mint ahogy a program is mutatja. Mindjárt meg fogjuk látni, hogy ki vagyok én és mi az a Mirázs. Tehát először beszélnék pár szóban magamról, hiszen nem biztos, hogy mindenki ismer. Nyilván szabadszoftverekkel foglalkozok, hiszen azért vagyok ezen a konferencián, bemutassak egy ilyen szabadszoftveres projektet, de azért nem lehet tudni, hogy nem csak egyszerűen szabadszoftverekkel foglalkozok, hanem több fronton is munkálkodok. Ugye elsősorban tanársegéd vagyok az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem informatikai karán, tehát ott oktatok elsősorban funkcionális programozást, már egy ideje, de foglalkozok operációs rendszerekkel igazából hobbi szinten, és talán ennek köszönhető az, hogy tulajdonképpen az idők során, hát ez már több mint 11 éve elsodródtam a FreeBSD irányában, és azzal nagyon sok időt töltöttem. Nagyon sok időt, hogy végülis 2008-ban fejlesztő is lettem, és azóta ugye annál komolyabban is üzöm, már nem egyszerűen csak hobbiból sem, és nem egyszerűen csak azért foglalkozok vele, mert ez egy érdekes rendszer, hanem lehetőség van arra is, hogy egy kicsit fejleszek is rajta. És hát az utóbbi évek eredményeképpen tulajdonképpen így először a dokumentációval foglalkoztam, tehát lefolytottam a handbookot röpke fél év alatt, illetve utána pedig el akartam kezdeni foglalkozni funkcionális programozással, hiszen erről szólt tulajdonképpen a kutatásom, ezért kerültem az egyetemre, és ezért kezdtem az ELT-n a doktorimat. És ennek alapja ugye a Haskell programozás nyelv, amit oktatok is, meg valamennyire ehhez kapcsolódó kutatásokban vettem részt, de ugye azt tapasztaltam, hogy a FreeBSD esetében vannak kisebb lemaradások ennek tekintetében, úgyhogy elkezdtem karbantartani a FreeBSD-hez tartozó portokat, ami ugye most ott járunk, hogy magát a Glasgow Haskell kompáját, ugye tulajdonképpen a Haskellnek ez az egyik alapfordítója, annak a FreeBSD portjával foglalkozok, illetve az kapcsolódó ilyen Haskell csomagokkal. Ugye a Haskell kabal egyébként a Haskellnek egyfajta ilyen kiterjesztése, ami különböző külső library-knek a csomagját, csoportját jelent, és ezért ez a 450 darab, ez igazából sok kis ilyen library. De egyébként emellett, hogy ilyenekkel foglalkoztam, lehetőségem nyílt ezen a nyáron a Cambridge University Computer Laboratory-ban is tennem egy két hónapos tanulmányutat. Ez részben azért is beszéltem egy kicsit a funkcionális programozásról, hogy szoktassam a közönséget hozzá, hiszen én alapvetően funkcionális programozónak érzem magamat, legalábbis az utóbbi időben leginkább funkcionális programozással foglalkozok, és igyekszek is úgy tenni, hogy minél többet foglalkozhassak vele. És itt Cambridge-ben most van egy olyan projekt, amiben funkcionális programozás került így előtérbe, és ráadásul nem csak a funkcionális programozás, hanem az operációs rendszerek fejlesztése. És mindjárt látni fogjátok, hogy maga ez a Mirázs projekt is arról szól alapvetően, hogy hogyan fejlesztünk funkcionális nyelven operációs rendszert. Ami engem azért érdekel leginkább, mert én ezzel foglalkoztam a doktori kutatásomban is, és igazából nemrég ennek kapcsán védtem meg a disszertációmat is, tehát én valóban elég jól kötődök ez a témához. És akkor lapozzunk egy kicsit. Tehát igen, ez maga a Mirázs, igaz? Ez a Mirázs 2000-es repülőnek a tervrajza, nem erről fogok beszélni, mert tényleg jó kis illusztráció, hanem arról a Mirázsról, ugye, ami itt Cambridge-ben fejlesztődik már évek óta, talán 2006-2007 környékén kezdték el a fejlesztését, és hát mondjuk a Mirázs több szempontból is egy érdekes rendszer, ugyanis tulajdonképpen nem egy komplett operációs rendszer, tehát nem azt a célkitűzést fogalmazta meg, hogy akkor most itt egy POSIX kompatibilis rendszer, és azt írjuk újra egy funkcionális nyelven. Nyilván a C és a társai sokkal jobb lehetőséget biztosítanak erre, tekintve, hogy az a C egy jobban elfogadott eszköz operációs rendszerek fejlesztésére, hanem a Mirázs valamennyire specializálni próbálja a kérdést, és ilyen speciális exokernelek létrehozásában segít. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem egy komplett operációs rendszert kapunk, hanem úgy fogalmazhatnánk, hogy egy olyan library-t, ami segíti a puszta vason futtatni az adott alkalmazásainkat. És igazából a Mirázs emiatt annyira hordozható, hogy nem csak a puszta vason tudjuk futtatni ezeket a Mirázs alkalmazásokat, hanem rendes POSIX rendszer felett. Ugyanis a Mirázsnak több szintje van. Tehát az alkalmazás, amit a segítségével kifejlesztünk és oprendszert készítünk belőle, abból lehet készíteni egy ilyen Zen mikrokernelt, amit a Zen Hypervisor felett lehet futtatni, de lehet egy egyszerű Unix-típusú rendszer fölött egy egyszerű alkalmazást készíteni. Itt majd el fogom mondani, hogy ez tulajdonképpen azon múlik, vagy annak köszönhető,
hogy le tudjunk cserélni bizonyos rutinokat. Tehát tulajdonképpen van egy standard app, egy virtuális gép, amire lefordul ez a kód is, ami lehet futtatni, és akkor nyilván ezt többféle módon lehet emulálni. Tehát lehet ugye a Zen felett futtatni, mint egy mini operációs rendszer, de lehet úgy is futtatni, mint hogyha egy alkalmazást készítettünk volna. És ugye mi teszi ezt lehetővé? Hát azt teszi lehetővé, hogy ez OCaml nyelven készült ez a Mirage, tehát ennek a rendszernek tulajdonképpen nagyon nagy része az funkciósan van megfogalmazva, hiszen maga az OCaml is egy ilyen nyelv, tehát a Mirage-nak a nyelve. Nem tudom, hogy valaki ismeri az OCaml-t, vagy hallottam már róla. Ami azért érdekes, mert ugye majd Granitz Adamnak is lesz előadása, nem sokkal később ő szintén ebbe az irányba mozdult el. Bár azt az OCaml-t, amit ő használ, azt F-sharp-nak hívják, ugye, mert azt a Microsoft .NET felé portolták. De ez valójában ugyanúgy OCaml, és nagyon sok köztük a hasonlóság. Igazából az ML, vagy az OCaml azért érdekes, mert ez az ugye az ML nyelvcsártból ered, és ott Cambridge-ben a számítógép laborban éppenséggel ott van egy ilyen kutatóbázis, hiszen az ML-t ott kezdték el kidolgozni, és az az ember Robin Milner, aki megalkotta először az ML-t, az egy ideig a labornak a vezetője is volt. Tehát emiatt is erőszállal kötődnek oda, és amiatt is használják, mert tulajdonképpen az OCaml-nek van egy speciális előfeldolgozó, amivel a nyelvet át lehet teljesen alakítani. Tehát ezeknél a funkciós nyelveknél egyébként is egy ilyen tendencia, hogy ilyen szakterspecifikus, tehát domain-specific nyelveket készítünk, és az annyit jelent, hogy nem egy általános célú nyelvet akarunk készíteni, amiben elágazások, szekvenciák meg ciklusok vannak, hanem egy kicsit szeretném magasabbra emelni az abstrakciós szintet, és az azt jelenti, hogy inkább az adott témához, domainhez kapcsolódó fogalmakat írunk le ezekben az absztraktabb nyelvekben, és ez azért jó, mert a programozók is egy kicsit jobban látják, hogy mivel akarnak foglalkozni, könnyen megadni a rendszernek a specifikációját, hiszen az adott területhez kapcsolódó absztrakciókat, koncepciókat használnak, de mellette éppenséggel a folytó programnak is több esélye van arra, hogy megsejtse azt, hogy a programozó mit szeretett volna. Tehát az a baj, ha túl alacsony szinten programozunk, akkor elvesztünk egy csomó szemantikus információt. És ezekben a nyelvekben viszont lehetőség van, hogy kicsit több mindent visszanyerjünk, kicsit több információt áruljon a programozó a szándékairól. Illetve emellett lehetőségünk van arra is, hogy a piszkos munkát, az alacsonyabb szintű kódolást, tehát különböző trükközéseket, azt rábízzuk egy fordító programra. Tehát lehetővé válik az, hogy a programozó csak így deklaratívan, hiszen ezek a nyelvek ugye alapvetően deklaratívak, tehát ott azt írjuk le, hogy mit szeretnénk elérni, és nem azt, hogy hogyan. Tehát deklaratívan csak nagyjából felskicceli, hogy mit szeretne összerakni. És akkor a többit pedig a különböző függvénykönyvtár, a kiterjesztések, kódgenerátorok, egyebek hozzáteszik. És akkor itt, ahogy írtam, ennek segítségével operációs rendszereket tudunk építeni. És az OCaml egy jó eszköz erre, mert át lehet alakítani a szintaxisát, és úgy lehet csinálni, mintha ez egy másik nyelv lenne, amin dolgozunk. És ami még érdekes, itt az alján szerepel, hogy teljesen eseményvédett vezérelt a felépítése, és preemptív szálkezelés nélkül valósítja mindezt. Hát ez tulajdonképpen egyfajta kompromisszum, hiszen a Mirage-ot látni fogjuk, hogy elég egyszerű szerkezetű azért, hogy könnyű legyen karbantartani és könnyű legyen vele dolgozni, de ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy veszít a teljesítményéből, hiszen emellett igyekszik a hátrányait behozni más területeken. És akkor ugye itt még, ami még szóba kerülhetne, hogy miért érdemes, vagy miért van szükség erre a Mirage-ra, miért kezdték el a fejlesztését. Hát tulajdonképpen onnan indult ki, abból az igényből indult ki maga a Mirage-nak a fejlesztése, hogy napjainkban ugye egyre népszerűbbek ezek a cloud platformok, illetve virtuális gépek felett futtatunk mindenféle oprendszer instanszokat. Csak ugye ennek egy olyan következménye van, hogy túlságosan sok réteg kerül már bele a rendszerbe. Ugye nyilván a réteges programozáshoz nem rossz, csak mindig veszítünk vele egy kicsit a teljesítménybe, illetve hát nem biztos, hogy feltétlenül átlátható rendszert kapunk. Főleg akkor, hogyha a különböző rétegek, különböző fejlesztőktől, különböző mentalitású emberektől és különböző minőségű kódokból épül föl. De hát ugye láthatjuk itt a különböző szinteket, van a legalsó szint a hardware maga, akkor a hypervisor az ugye általában Zen, VMware, akármi. Aztán afelett futatunk egy rendes operációs rendszerbeli kernelt, aztán afelett vannak a processzeink, amelyek próbálnak bizonyos szolgáltatásokat implementálni, aztán azok nyilván kapcsolnak valamilyen programozási nyelvhez, aminek van egy futtatórendszere,
meg egy library struktúrája, aztán azok általában szálakat használnak, és az arra épül fel végül az alkalmazás. És az a baj, hogyha az ember össze akar építeni mondjuk egy ilyen cloud alkalmazást, vagy valami webes szolgáltatást, akkor gyakran az történik, hogy egyre több ilyen réteget halmoz egymásra, hogy lehet látni különböző nyelveket, meg eszközöket, amit föl lehet egy ilyen rendszernek a fejlesztéséhez használni, és a végén azon kapja magát, hogy ez szép-szép, talán még működik is, csak nehéz karbantartani, esetleg kicsit lassú, nehéz bizonyos részeket kicserélni benne, esetleg refaktorálni, vagy ilyesmi, és ezek gondok lehetnek. És ezért találták ki, hogy mi lenne, ha eltüntetnénk ezek a rétegek közül egy párat, és megpróbálnánk ezeket összeolvasztani. Tehát a Mirage is igazából azt tűzi ki célul, hogy valamilyen alkalmazást valósít meg, csak közben az egészből egy kompakt kis rendszert készít, ami mindig azokat a részeket tartalmaz, amire feltétlenül szükség van. És valójában az érdekes az egészben, hogy az OCaml-nek és a funkcionális programozásnak köszönhetően meg lehet azt csinálni, hogy így terv szintjén megvan a rétegelés, megvan a modularitás az elemek között, viszont amikor lefordítjuk a kóddá, akkor az egész egyetlen összefüggő binárissá alakul át, ahol nem biztos, hogy vannak így rétegek, hiszen amikor mondjuk a folyamatok és a kernel között kommunikálunk, akkor ott van egy user space, kernel space váltás például, és azzal az a probléma, hogy az költséges, hiszen ugye privilégium szinteket kell váltani a processzornak, meg szinkronizálni kell különböző rendszerhívásokra és így tovább. És ezzel az a probléma, hogy ez költséges. Viszont épp az az érdekes a Mirage-ban, hogy annak köszönhetően mindent össze tud egyetlen binárissá préselni, és mindent egy helyen is egyszerre futtat, így lehetőség van arra, hogy tulajdonképpen az egész egy térben fusson, tehát egyetlen címtérben. Akár egyetlen privilégium szinten is lehet mentesülni ezeknek a rétegeknek a költségeitől. De mondom, tehát ezek a kódban ott vannak, csak a végeredményben nem lesznek ott is. Ennek köszönhető ez a fajta rugalmasság, amit fel tud vonultatni. De ez persze csak az egyik irányzat. A másik az, hogy hát napjaink operációs rendszerei, és ezt ugye csak a kernel, hiszen a Linux kernelnek a térképét vettem elő, elég bonyolultak. Tehát ember legyen a talpán, aki egyáltalán átlátja még egy alrendszernek is a rendes működését, és emiatt rengeteg hiba lehetőség van, ráadásul C-ben van fejlesztve, ami nem is erősen típusos, tehát nem segíti a programozós munkában. Nyilván lehet a C-ben is nagyon jó programokat készíteni, csak ott ugye nagyon kell figyelni, hiszen az, hogyha valaki egy erősen típusos nyelven dolgozik, az abban segít, hogy nehezebben követel hibákat, hiszen a folytó program is valamennyire segít neki programfejlesztés során, és tudja figyelmeztetni a különböző logikai hibákra vagy problémákra. Viszont, hogyha C-ben dolgozik, erre sokkal kisebb esélyünk van, és ott a folytó program igazából vége a lefolytó olyan programokat is, amik abszolút nem jól működnek. És hát ilyenben építeni egy ekkora intézményt nem feltétlenül biztonságos dolog. És ráadásul tehát gyakran elég nyakatekert trükköket alkalmaznak, ami rengeteg problémával jár. Ezért is lenne érdemes találni egy olyan operációs rendszerbeli modellt, ami ezeket kiküszöböli valamilyen módon. És akkor ugye az OCaml, mint nyelv, egyébként ugye ez a statikus típusosság, erős típusosság elvét is vallja. Ugye ez a két fogalom, azért fontos, mert a statikusság az azt jelenti, hogy a folytó program tehát tudja elemezni a kódot, és az alapján bizonyos dolgokat már folytási időben el tud dönteni, tehát vissza tudja dobni a programot, hogyha valami nem tetszik. Ugye ennek az ellentét a dinamikus típusosság, ami jó, mert rugalmasan lehet vele dolgozni, meg nagyon flexibilis, meg sokan szeretik, csak az a baj, hogy legtöbb hiba az futási időben derül ki, és az nagyon jó tesztelés kell, hogy az emberek rájöjjenek. Viszont ha statikusra nem megyünk el, akkor viszont erre nincs szükség, hiszen a folytó program sok mindent ki tud szúrni magától. A másik, az erős típusosság pedig az, hogy nem lehet csak úgy a típusok között vándorolni büntetlenül, hanem meg kell írni a megfelelő konverziós függvényeket, és akkor ki lehet békíteni a fordító programot. Ez meg arra szoktatja rá a programozót, hogy ne váltson egyik reprezentációról a másikra ok nélkül, hanem magával szemben is legyen következetes, hogy ebben a pillanatban mondjuk azt az egyest azt logikai értékként kezelve, másik pillanatban mondjuk egész számként. Ugye rengeteg ilyen hiba tud lenni belőle, és még rengeteg más kategóriája van. Illetve hát ugye a DSL-ek, amikről beszéltem, azok segítségével nem is hagyjuk a programozót, hogy butaságot csináljon. Aztán amit még szerepel ugye a fordítás esetén, a fordítási idejű optimalizáció, az a Vol OS Optimization, ugye az amit mondtam az előbb, hogy össze tudjuk fűzni az egészet egyetlen binárisba, össze tudjuk olvasztani a rétegeket. Ez szintén nagyon sokszor megjelenik a funkciós nyelvek esetében, vannak ilyen technikák. És ugye a másik érdekes rész, hogy alapvetően ugye a Mirage az erre épül, tehát azt feltételezi, hogy a
ott is a piszkos munkát a zen elintézi és a hardware-t kezeli, és az csak egy absztrakt felületet biztosít a Mirage-nak, és a Mirage-nak csak az a feladata, hogy erre az absztrakt viszonylag standard interfészen működjön, azon legyen implementálva, és ne kellene feltétlenül a hardware-es részletekkel foglalkozni. De ugye részben ez is biztosítja a hordozhatóságát. És akkor itt láthatunk egy kis Mirage programot, tulajdonképpen ez egy önálló alkalmazás, amit le lehet fordítani a Mirage segítségével, és ezzel kapunk egy hálózati alkalmazást. Ez persze részben arra is jó, hogy megmutassam egy kicsit, hogy hogyan is néznek ki ezek a funkcionális programok, egy OCaml-ben hogyan írunk egyáltalán programot. Úgyhogy röviden próbálom elmondani azt, amit ugye egyetemen hosszú félegig szoktak így oktatni, hogy hogyan programozunk funkcionális nyelven. Igazából ez a példa még jól kezelhető, mert kevés olyan feature-t tartalmaz, hogy könnyű elmagyarázni. Tehát OCaml-ben, mint deklaratív nyelv, fontos, hogy ilyen deklarációk játsszák a fő szerepet, tehát ilyen definícióink vannak. Ezt általában lehet kulcsszó vezeti be, ezzel tudunk ilyen lokális neveket készíteni. És annak a rokona az LVT, az LWT, az is egy olyan lett lenne igazából, mint amit alatta láthatunk, csak az LVT esetében az egy speciális könyvtárat használ, tehát annak tulajdonképpen van még plusz egyéb hatása is a kódra, ez annyira nem fontos számunkra. Tehát az a lényeg, hogy lehet ezeknek értéket adni. Ami érdekes, hogy ott ugye vannak veszővel elválasztott komponensek, azok egyszerre kapnak értéket. Tehát ugye láthatjuk, hogy a második sorban ugye az ECHO függvénynek az első lépésében definiáljuk ezeket a manager és manager T értékeket. Ezek igazából a manager create függvény hívásából kapnak értéket, de ez igazából rendezett párként. Tehát ez olyan függvény, ami egyszerre két értéket ad vissza. Lehet látni, hogy ugye itt is működnek ezek a üres paraméter listával működő függvények, tehát itt is lehet olyan függvényeket készíteni, amik nem vesznek át semmiféle paramétert, hanem csak értékeket adnak vissza, tehát ez nem olyan vészes. Nyilván a manager az pedig egy ilyen minősítés, tehát a manager modulban található create függvényt használjuk, de a többi esetben is hasonlóképpen gondolkodunk. És akkor a source ugyanúgy, ez egy rendezett pár, beállít két értéket, ez igazából egy ilyen source port lesz, ahonnan az információt kapjuk. És akkor a következő rész az a flow listen, ami igazából ezt a menedzsert, amit létrehoztunk, elkezdi használni, úgyhogy megint egy szoketet, ugye a 80-81-es porton, és TCP4 csatornán keresztül várja a beérkező információkat. És akkor igazából a flow listen segítségével egy ilyen ciklust tudunk képezni, hiszen a listennel beolvassuk mindig az adatot, ami érkezik a hálózatról, és akkor azt szerint tudunk dönteni, hogy mit csinálunk vele, és akkor a végén ott lehet látni az ECHO-t. Ugye ott még egyszer szerepel a kódban, az a 16. sor környékén, az pedig egy rekurzív hívás magára az ECHO függvényre, és ez jelenti igazából a funkciós nyelvekben az iteráció, tehát az, hogy ismételgetjük folyamatosan ezt a részt. És bocsánat, itt igen, látom most, hogy egy kicsit megtévesztő, mert igazából két ECHO van, tehát hogy a hetedik sorban lévő ECHO-ra vonatkozik az a belső ECHO, hiszen a listenön belül lesz a ciklizálás. Igen, ez egy kicsit szerencsétlen névadás, nem vettem észre, bocsánat érte. Ugye mert ott a let után jelzi is egy rek kulcsszó mutatja, hogy ez egy rekurzív függvény lesz, hiszen igazából itt az értékeket és a függvényeket is a let kulcsszó segítsége vezetünk be. Tehát az a lényeg, hogy ott a listen segítségével megnyitunk egy ilyen kommunikációs portot, ami még ott szerepel, az a fun kulcsszó, az is ilyen rózsaszínnel ki van emelve, az pedig azt jelenti, hogy ott egy függvényt akarunk definiálni. Most ezekben a funkciós nyelvekben vannak ezek a névtelen függvények, úgy hívják őket, amelyeknek ugye tulajdonképpen az a szerepük, hogy bárhol be lehessen szúrni valamiféle kódot, tulajdonképpen egy blokkot, aminek tudunk paraméterezést adni. És akkor az egész arról szól tulajdonképpen, hogy ez a belső függvény, ez a blokk megkapja azokat az információkat, amit a listen egy megnyitott, fogadott kapcsolat esetén érzékel, tehát a cím és egy port, ezt kiírja a konzolra, és utána folytatta tovább a beolvasást. Ott a match segítségével megvizsgálja azt, hogy mi volt, hogy sikerült-e információ beolvasni utána, vagy sem. Hogyha nem sikerült, ez a NaN jelzi, akkor bezárja az adott kapcsolatot, és akkor befejeződik az a belső kis ciklusocska. És hogyha pedig van még adat, akkor természetesen kiírja a képernyőre, aztán pedig folytatja tovább. Visszaírja az adatot, elnézést. Visszaírja a hálózaton az adatot, és utána pedig folytatja tovább a ciklizálást. Tehát igazából ezt akarná leírni az OCaml program. És
Azért érdekes az egész, mert ebből ugye nagyon könnyen lehet készíteni magát ezt a mini operációs rendszerünket, hiszen a Zen fölött egy speciális mikrokernet gond nélkül tudunk futtatni, úgyhogy annyi a teendőnk, hogy az OCaml-nek a fordítójával lefordítjuk ezt a kódot, ugye az echo.ml nevet viseli, viszont nem hagyjuk, hogy ebből rendes bináris készüljön, tehát nem egy futtatható állományt készítünk, hanem van egy ilyen opciója, hogy output obj, aminek köszönhetően csak az OCaml részt fordítja lehet, és készít egy object file-t, amiben vannak még feloldatlan szimbólumok, hát olyan szimbólumok, amik a futtató rendszerhez kapcsolódnak, tehát memória allokálás egyebek, és akkor itt történik a csere, hogy tulajdonképpen nem a rendes futtatórendszert linkeljük hozzá, hanem a Zen Mini OS-t. Hát a Zen Mini OS az tulajdonképpen egy ilyen nagyon egyszerű operációs rendszer Zen fölött megírva, ami az alapfunkciókat, tényleg a legalapabb funkciókat tartalmazza, és akkor annyi, hogy egyszerűen csak a Mini OS-nek a megfelelő library-hez hozzákapcsoljuk ezt az objektumot, és akkor ennek segítségével be tudjuk bootolni az egészet. Tehát ebből a kis programból egy ilyen nagyon pici operációs rendszert tudtunk készíteni, és a Zen ettől még exokernel, mert tulajdonképpen csak a keretet, a lehetőséget biztosítja arra, hogy ilyen alkalmazásokból tudjunk operációs rendszereket készíteni. És akkor az a furcsaság ennek az egésznek, hogy 60 ABTEST szintérrel és 60 ABTEN dolgozik. Ez az OCaml-ből fakad, ugyanis az OCaml-ben az objektumokat úgy ábrázolják, hogy metainformációkat rejtenek el az adatok mellett, amit ugye a heap-re tesznek, hiszen ez egy olyan nyelv, ami automatikus személygyűjtögetést végez, és emiatt különböző objektum típusokat jelölniük kell. És úgy döntöttek, hogy mondjuk az egész számok, vagy a lebegő pontos számok esetén ezt egy bit levágásával oldják meg, tehát egy bitet fönntartanak arra, hogy jelezzék, hogy ez most ilyen rendes szám, vagy nem, vagy ez egy összetett adat, és emiatt valójában, tehát például egy 60 bites rendszeren csak 63 bites inteket tudunk használni. Ez egy ilyen korlátozás, viszont pont azért kényszerünk 60 bitre, hiszen 32 biten, hogy 31 bitet használunk, az nem lesz elég bizonyos funkcióknak a lefedéséhez, ezért valójában az Zen csak 60 bites platformokon működik. És egyébként teljesen lineáris címtérrel. Jó, hát láthatjuk, hogy viszonylag kicsi alkalmazásokat tudunk belőle készíteni. Kicsi és egyszerű alkalmazásokat. És akkor itt láthatjuk is, hogy hogyan épül fel egyébként a Zen alatt a Mirage-nak a memória modellje, szintén nagyon egyszerű, de működik, hiszen annyi történik csak, hogy az adott alkalmazást kiszolgálja, tehát megpróbálja futtatni valamilyen módon. Nyilván ez arra van szükség, hogy betöltse a memóriában az operációs rendszerünknek a kódját és az adatait, aztán ugye a hálózati puffereken keresztül fogadja a forgalmat. Igazából ugye ez az, ami a videó hálókártyáról ugye bekerül a memóriába, és ezeket tudjuk feldolgozni. És illetve láthatjuk még az OCaml-nek a saját memória területét, ahol kezeli ezeket az információkat, amit a funkcionális program futtatása közben szükséges, hogy karbantartson, tehát a minor heap és a major heap. Ezekről csak annyit kell tudni, ugye egy automatikus személygyűjtöket is történik, és itt hát nyilván ilyen generációs alapú az egész, és két fontos típusa van ezeknek az objektumoknak, amik itt a memóriában élnek. Az egyik azok a rövidtávú, tehát a stack-szerű objektumok, azok a minor heap-en vannak. Ugye azok az elemek, amik viszonylag gyorsan el fognak tűnni, tehát azokat könnyen ki lehet takarítani. A másik pedig a major heap, azok pedig azok, amelyek sokkal tovább maradnak ott, tehát azok a hosszabb távú memória allokációk. És az érdekes az egészben, hogy ez részben az oprendszerünknek a memória kezelése is lesz, hiszen lehet úgy finom hangolni az OCaml-nek a futtató rendszerét, egyébként nagyon egyszerű, tehát egy C library-ről van tulajdonképpen szó, hogy ilyen adott méretű lapokkal dolgozzon. Hát ugye a mai processzorokon lehet azt aktiválni, 4 megabájtos lapjaink legyenek, és akkor a major heap-et is úgy bővíti mindig, hogy ilyen lapmérettel foglal több memóriát, és ezzel nem is annyira fragmentálja fel a memóriát, hanem tulajdonképpen valamennyire a helyzethez igazítva használja ki. Tehát ennek köszönhetően valamennyire hatékonyabb tud lenni, mint az általános operációs rendszerek, amelyek ugye ilyen kisméretben próbálnak folyamatosan terjeszkedni, és az OCaml egy kicsit ügyesebben tudja ezt megoldani. Tehát itt valahogy az előnyére tudja fordítani a személygyűjtögetést. Nyilván valamennyire lassítja a rendszert, de mondom, ilyen ügyes optimalizációkkal, ilyen kis trükkökkel, hogy most ugye a major heap-et mondom pont ilyen lapmérethez igazítjuk, és úgy nevelgetjük és csökkengetjük, bár inkább nőni fog, visszanyerhetünk valamit az elveszett sebességből. És akkor, ami még érdekes, ahol próbál a Mirage egy kicsit behozni a lemaradásán, az az, hogy itt a hálózati pufferek feldolgozását ilyen zero copy módon oldja meg.
Tehát mindaz az adat, amit el akar küldeni, mindaz, amit fogad, azt úgy dolgozza föl, hogy ilyen OCaml-ben definiált puffereket állít rá. Úgy hívják ezeket a nyelvben, hogy big array-ek, amik ilyen tulajdonképpen nézetei az adott memória lokációnak, hiszen ezek a big array-ek egy pointert rejtenek a háttérben, és amire tudunk ilyen információkat tenni, hogy milyen típusú értékek vannak ott és hány darab. Viszont ezekből az array-ekből lehet ilyen sub-array-eket is kiválasztani, és ennek köszönhetően tulajdonképpen az történik, hogy amikor bejön egy csomag, akkor megkapunk egy array-t, ami az a csomagot tartalmazza, és megfelelő feldolgozó függvények segítségével így folyamatosan eldobálunk belőle részeket, tehát így haladunk előre, hiszen ezeknek a csomagoknak a feldolgozása mindig valamennyire lineáris, és hogy a fejlészeket feldolgozzuk, szépen egyre szűkebb nézetét nézzük a csomagnak. De nem másolunk semmit sehova, hanem csak pointereket állítunk, de ezt nem a funkcionális kódba tesszük meg, tehát a funkcionális esetben teljesen tiszt a módon dolgozunk, hanem a háttérben ez ilyen pointer játékká alakul át, és emiatt tulajdonképpen nagyon hatékonyan fel tudja dolgozni a csomagokat. A csomagok szerkesztése is nagyon érdekes, hiszen ilyen láncokat tud ezekből felépíteni, ilyen tömb sorozatokat, és azokat, amikor ki akarjuk küldeni a csomagot, akkor gyorsan így összecsapja egyetlen csomaggá, és kiküldi szinte egyből. Tehát ezekkel nagyon sokat lehet spórolni. És itt, amit még itt a fóliákon tartogatok, az arról szól, hogy hogyan épül fel az a szálkezelése, hogyan futtatja ezeket a szálakat. Ugye azt mondtam, hogy preemptív szálak nélkül próbálkozik, tehát azok segítségével oldja meg a párhuzamosítást, illetve ez kvázi párhuzamosítás, hiszen látni fogjátok, hogy mivel nincs preemptív szálkezelés, tehát nem tudja megszakítani a futószálaknak a viselkedését, ezért ugye úgy működik, hogy kooperatív módon a szálak, amik futnak egymás mellett, azok átadják egymásnak a vezérlést. Tehát ez úgy működik, mint ugye a régi rendszerek, hogy az adott folyamatnak azt kellett mondani, hogy köszönöm szépen, nekem már nincs szükségem tovább a processzorra, és akkor van olyan rendes, hogy átadja a vezérlést másnak. Ezt egy ilyen OSMain nevű modulban található run és sleep függvények kezelik, de tény, hogy emiatt ugye egyszerűsödik a rendszer, hiszen nem kell külön ütemezőt fönt tartani, hanem csak annyi történik, hogy az egymás mellett futó szálak szépen úgy vannak összerakva, hogy azok ne akadályozzák egymást. És ez végülis gyakran az operációs rendszer esetében a blokkoláshoz igen gyakran bekövetkezik, hiszen várni kell adatra, vagy ilyesmi. Olyankor persze automatikusan elmennek aludni, és akkor át tudják adni a vezérlést másoknak. Tehát ez valójában nem okoz akkora problémát. És egyébként az OCaml-ben az LVT nevű könyvtár segít. Ez egy OCaml megírt ilyen threading library, ami ilyen összefésüléses megoldással megoldja ezeket a szálaknak a kezelését. Tehát valójában ez is olyan, hogy logikailag úgy tűnik, mint a több szám futtatnánk ezeket a feladatokat. Látható, hogy ez a T1, T2, T3 például itt, de valójában ezek ugye később ilyen kooperatív módon lesznek ütemezve. És az az érdekes az egészben, hogy azok is szintén funkcionális objektumok lesznek. Itt a Unit LVTT, ez egy kicsit talán meredek azoknak, akik nem ismerik a funkcionális programozást. Hát talán annyit érdemes volna mondani, hogy ezek ilyen blokkok, amiket függvényekből tudunk összeállítani. Ha valakinek mond valamit, akkor hozzáteszem, hogy ezek monadikus blokkok, tehát az LVT tulajdonképpen egy monád lesz. És a unit pedig azt jelenti, hogy nincs visszatérés értéke, tehát egy klasszikus eljárásnak felel meg, csak ez funkcionális nyelven modellezve. Akit érdekel, azt majd az előadás után elmondom, hogy miért a cucc, hogy most itt monadikusan oldjuk meg a kérdést. Lényeg az, hogy így tudjuk modellezni ezekben a nyelvekben. És az, hogyha igazi párhuzamosságot akarunk csinálni, akkor azt úgy célszerű megvalósítani, hogy valójában több Mirage instanszot indítunk el, és azok osztott memórián keresztül kommunikálnak egymással, és úgy valósítanak meg valamilyen közös funkciót. Tekintve, hogy ezek a Mirage instanszok elég kicsik, és általában egy-egy részfeladatot valósítanak meg, tekintetjük egy olyan speciális mikrokernelnek, amit darabokban futtatunk a Zen fölött, tehát ez nem okoz akkora problémát. Egyébként mondjuk ez a rész még fejlesztés alatt áll, tehát még ez a rendesen nincs kidolgozva, hogy hogyan kommunikálnak egymással ezek az instanszok, vagy hogyan osztják meg mondjuk a kódot egymás között, hogy esetleg tudjanak spórolni memóriával, de tény, hogy itt a Zenre van megint rábízva a párhuzamosítás valójában. És ez megint egy leveszi a terhet ugye a fejlesztők vállára, hiszen maguk a Zen instanszok, a Zen mikrokernelek azok nagyon kicsik lesznek és egyszerűek. Hát ugye keep it simple módon. És az OCaml-t azért is érdemes használni, nem,
mert több különböző backendet tudunk hozzá kapcsolni. Ugye, mint mondtam, az előbb is annyi történik, hogy a klasszikus végrehajtható állomány helyett egyszerűen csak egy cserét hajtunk végül az utolsó pillanatban, és nem a rendes futtatórendszert linkeljük hozzá, hanem egy operációs rendszernek az egyszerűsített futtatórendszerét. De ez azért is jó, mert tulajdonképpen ugyanazt az alkalmazást, ugyanazt a forráskódot ki tudjuk próbálni több különböző környezetben. Tehát tudunk készíteni ilyen prototípusokat, és később ugye tudjuk deployolni. A deployolás ugye csak annyit jelent, hogy lecseréljük a megfelelő backendre a fordítás során az egész rendszert. És látható, hogy például van ez a POSIX TuneTap megoldás, ez annyit jelent tulajdonképpen, hogy van egy POSIX rendszerünk, és akkor a hálózati kártyának a forgalmát megcsapoljuk, és kiolvassuk, mint hogyha egy fájl lenne. Írjuk, olvassuk, és így kezeli az OCaml a felső szintről. Nyilván ilyenkor el kell szenvednünk a szükséges költségeket, ugye, mert a rendes rendszer felett futatjuk, akkor felhasználói processzként tudjuk futtatni, tehát ilyenkor nem ez túlzottan hatékony, viszont mondom, prototípus készítés ez tökéletes. De hogyha nem működik, vagy nem tetszik valamiért, akkor lehet rendes szoketeken keresztül is implementálni a kommunikációt, tehát úgy kommunikál a hálózati rendszerrel, a hálókártyával, illetve hát be lehet folytani JavaScript alkalmazással, vagy ilyen Google App Engine-t, vagy egyéb ilyen módokon lehet vele dolgozni. Az a lényeg, hogy egy kód több lehetséges kimenet. Tehát, hogy a programozónak nem kell ezzel semmit sem csinálni, hanem magától több különböző formában ugyanaz a rendszer léte tud jönni. És természetesen több ilyen backend van, mint például a K3BSD-s backend, és igazából itt kapcsolódtam be ebbe a fejlesztésbe, hiszen a nyáron, amikor kint voltam Cambridge-ben, akkor tulajdonképpen azon dolgoztam, vagy azt a kísérletet vizsgáltuk meg, hogy mi lenne, ha a FreeBSD kernel fölé építenénk ilyen Mirage instanszokat. Tehát arról szól a történet tulajdonképpen, hogy azt szeretnénk, hogy az a host rendszer, ami futtatja a Mirage rendszereket, az maga a FreeBSD legyen, és afelett tudjunk ilyen alkalmazásokat készíteni, tehát még ne feltétlenül csak Zenre működjön az egész, hanem egy rendes FreeBSD eszköz esetében is. És ehhez kapcsolódóan volt egy-két ilyen célkitűzésünk, hogy hogyan lehetne ezt akkor továbbvinni a Mirage-nak a szellemiségét. Tehát az alapvető cél az az, hogy a kernelen belül futtassuk tovább is ezeket az alkalmazásokat, hiszen úgy tudunk igazán hatékonyan dolgozni ilyen Mirage alkalmazásokkal. Tehát meg kell találni annak a módját. Hát tulajdonképpen ez a mód mindjárt látni fogjátok, hogy az, hogy egy kernel módot készítünk. Tehát nem mikrokernelt fordítunk bele, nem felhasználói alkalmazást, hanem egy FreeBSD kernel módot készítünk. Tehát mondhatni, annak a módjával foglalkoztam, hogy lehet OCaml-ben FreeBSD kernel modulokat fejleszteni. Nyilván kicsit korlátozottak, egy fix modell szerint működnek, ez is mindjárt bemutatásra kerül, de tény, hogy tudtam OCaml-ben kernel modulokat készíteni. Ami igen érdekes, mert mint ugye funkcionális programozó, engem ezek a lehetőségek lelkesítenek, hiszen én ismerem meg jól a nyelvnek a lehetőségeit és előnyeit, és sokkal jobb, mint hogyha C-ben kéne ezeket megírni. És akkor nézzük, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez működhessen. Hát ugye alapvetően ahhoz, hogy a Mirage lehessen FreeBSD-re felett futtatni, azon túl, hogy kitaláltuk, hogy kernel modulokat készítünk belőle, tudni kellett hálózati frame-eket fogadni és küldeni. Tehát ugye a frame az maga a hálókártyára beérkező nyers adat. És azt ugye a Mirage már föl tudja dolgozni, hiszen a Mirage úgy van kialakítva, vagy a legalsó szintről bármilyen adattal elbánik. Tehát nem emlegettem eddig, de most akkor így kihangsúlyozom, hogy alapvetően igaz, hogy a Mirage-ral ilyen speciális alkalmazásokat tudunk készíteni, de ezek hálózati alkalmazások, és igazából a Mirage mögött ott van egy komplett TCP/IP stack leimplementálva, legalábbis az IPv4 esetében. Ez azt jelenti, hogy akár tud úgy is viselkedni, mint egy ilyen hálózati stack, és itt ebben az esetben az volt a célunk, hogy a FreeBSD-nek a C-ben írt stackjét kizárjuk valamennyire a játékból, és azok a csomagok, amik beérkeznek a hálókártyára, azt el tudjuk tőle lopni, és oda tudjuk adni a Mirage-nak, hogy az majd feldolgozza ezeket az információkat, és amit visszaad, azt meg visszatesszük szépen a hálókártyának a pufferjébe. És ugye ez azért jó, itt megint ugye azt a előnyt meg tudjuk tartani, a Mirage absztrakt marad, tehát nem kell azzal foglalkozni, hogy milyen hálókártya van a gépünkbe, hogyan fel kell felprogramozni, azt a Mirage nem érdekli különösebben, hanem ezt a FreeBSD adja alá, tehát ez lesz az anyarendszer, amiből fel tudjuk építeni az alkalmazásainkat, és ugye az szolgáltatja hozzá a hálókártya drivereket, meg mondhatni a logisztikát, és ugye tehát erre épít maga a Mirage. Aztán
Ott van az eseménykezelés, ugye, hogy hogyan kapcsolódjunk a kernelhez, hiszen történhetnek bizonyos események, hogy eltűnnek hálókártyák, visszajönnek. Hogy találjuk meg egyáltalán a rendelkezés álló hálókártyákat, arra is van egy absztrakt interfésze a Mirage-nak. Illetve hát az Zero Copy tulajdonság, ami nagyon fontos volt, hogy úgy kellett az egészet összerakni, hogy ne legyen másolgatás az elemek között. Aki esetleg már látta a TCP/IP stack-et, az tudja, hogy ott van az MBAF, mint memória adatszerkezet, amit használnak ezek a rendszerek. Az egy nagyon flexibilis, egyszerű kis C-ben megírt adatszerkezet. Arról szól, hogy ilyen apró kis töredékekből tudunk összerakni nagyobb puffereket. Tehát ilyen kis, olyan, mint egy láncolt lista, csak az a különbség, hogy nem egyesével láncoljuk össze az elemeket, hanem darabonként. És az MBAF-ok esetében ez azért érdekes, mert gyakran a csomagokat, amikor felépítjük, akkor pont itt darabokban keletkeznek. Tehát mondjuk hopp, egy fejléc, még egy fejléc, itt jön az adatot esetleg több részből rakjuk össze, és akkor gyakran össze kell ezeket kapcsolni. És nyilván mi lenne a célszerű, hogy mindig másolgatnánk és összepakolgatnánk az adatokat, de ilyet nem lehet, hiszen ezzel nagyon teljesítményt vesztenénk. Ezért helyette csak a pointereket használnak helyettük, mert megfelelő makrók segítségével építik fel ezeket a hálózati csomagokat. És ugye igazából az előbb, amit beszéltem, ezek a view-k meg a bigger-ek, ezek is erről szólnak OCaml-ben, hogy ezt próbáljuk imitálni. És ott igazából ilyen listák segítségével, ilyen, hát ezeket IO page-nek hívják, IO page-ek listájából tudjuk összerakni ezeket a csomagokat. Ezek az MBAF-okat jelentik valamilyen értelemben. Illetve ami még fontos lenne, hogy az OCaml kódot meg tudjuk vizsgálni D-Trace-szel, hiszen az OCaml fordító az azért nem annyira mainstream és nagyon kicsi a támogatottsága, kevés a fejlesztő, ezért például D-Trace támogatása sincsen. A FreeBSD-nek viszont van, úgyhogy nem általán a kettőt vegyíteni egy kicsit egymással. És a végén bónuszként, ha már nagyon ügyes valaki, akkor össze is hasonlítható, hogy a Mirage és a FreeBSD stack az mennyivel jobb. Ugyanis a Mirage-ról volt rengeteg publikáció, amik taglalták az előnyeit, viszont sokan így feltették a kérdést, hogy miért van erre szükség, hiszen ezt már megcsinálták C-ben, meg hát ki akar ilyen specializált alkalmazásokat használni, hiszen a Mirage esetében csináltak rendes DNS-szervert, SSH-szervert, webszervert, csomó mindent tud a Mirage egyébként. Például a saját honlapja is Mirage alatt van hostolva. Viszont sokakban felmerült a kétség, hogy ez nem az az SSH-szerver, amit C-ben megvan, nem az a HTTP szerver, ezért kicsit nem fair az összehasonlítás. Ezért jó lenne, hogyha a Mirage próbálnánk általános hálózati stackként használni, és egyszerűen azt csinálni, hogy az előbbi tapasztalatok alapján kicserélni a FreeBSD stacket, és azt mondani, hogy jó, akkor köszönjük szépen, itt most ezen az interfészen nem a FreeBSD C stacket hívjuk, hanem a Mirage-t is. Igazából kapunk egy funkciós nyelven implementált TCP/IP a rendszert, amit csak úgy be tudunk dobni a rendszerbe. Egyébként kiderült, hogy a FreeBSD esetében lennének igények arra is, hogy bármikor cserélhető hálózati stacket tudjunk összerakni, hiszen vannak olyan cégek, akik a FreeBSD-re építkeznek, de mondjuk nem feltétlenül akarják azt a stacket használni, amit jelenleg az open source változat tartalmaz. Hát ugye ennek nyomán kezdtem elindulni, nyilván nem sikerült minden megvalósítani, két hónap azért kicsit kevés idő, de próbálkoztam. Úgyhogy van egy ilyen nagyon egyszerű proof of concept változat, ami valamennyire működik. Hát itt látható a sematikus rajza. Nagyon nem részletezném, csak a fő elemeket emelném ki, hiszen sok mindenről már egyébként is szó volt itt. Tehát az a lényeg, hogy ott az OCaml kód az a kicsi alkalmazás, amivel dolgozunk. Alatt van a futtatórendszer, az csak egy C-library, amit úgy kell átalakítani, hogy ne az operációs rendszernek a libc-jét használja, tehát az általános célú rutinjait, hanem valahol a kernel térben kell megkeresni a megfelelő változatokat. Ott is van persze malloc meg free, persze kicsit másképp működik. Ráadásul többféle free és malloc is van. Illetve a kód futtatásakor különböző kernel szálakat kellett felépíteni, hogy amikor betöltjük a modult, akkor nyilván fusson az alkalmazás a felhasználótól függetlenül is, meg egy finom hangolásokat kell elvégezni, de alapvetően tényleg arról van szó, hogy az ember lefordítja, kap egy kernel modult, egy KO kiterjesztésű fájlt, és akkor a KLD interfészen keresztül be tudja tölteni a rendszerébe, amit egyébként ilyen syscontrol flagek segítsége tud irányítani. Hát jelen pillanatban azt is irányíthatja a felhasználó, mikor induljon el maga az OCaml kód. Ezt csak azért csináltam, hogy esetleg valami csúnya dolgot csinál, akkor azt időben el tudjam kapni, tehát hogy ne siessen annyira a rendszer vele. Meg hát ilyen debug dolgokat lehet beállítani. És akkor utána az volt persze a célunk, hogy ami leginkább fontos ebben az esetben,
hogy el tudjuk venni az adatokat a hálókártyától. És ugye ezek azért nem a formában érkeznek, tehát ott látható az M0 interfészt emeltem ki, de nyilván nagyon sokféle interfész van FreeBSD alatt. Ott ugye jönnek az információk, meg mennek az információk, és ott van két fontos függvény, az Ether input és az Ether output, azokon keresztül lehet ugye az Ethernet frémeket elkapni, meg generálni. És ugye azok embafokat készítenek, hiszen a hálókártya az eleve ilyen formában állítja elő, a driverek így vannak megírva, és nekem ugye az kellett hozzá, hogy a Mirage ezeket át tudja alakítani a saját abstrakciója, ez az IO page tulajdonképpen. Ezek a BigIRay tömbök tulajdonképpen, és akkor ezeket az IO page-eket szükség esetén képesség kellett persze arra is tenni, hogy valamilyen memóriában leképzett részen dolgozunk velük, hiszen ugye általános IO kommunikációra is használható. Tehát nem csak a hálózati forgalmat kaptuk ilyen formában, hanem bármilyen más módon is így kommunikálunk a külvilággal. És igazából ott volt egy ilyen Mirage-nak nevezett rész, egy szépen megírt rész, ami összetapasztotta a kettőt. De azért örültem neki, hogy az alkalmazás legnagyobb része az mégiscsak OCaml-ben volt megírva. És akkor ez meg kell csinálni a makefile-okat, egyebeket, tehát nyilván itt a folytási folyamatot is ki kell találni, ami még mindig nem vagyok elégedett, de valamit végül is sikerült összehozni. És akkor lehet látni, hogy egyébként különböző rendszer szintű dolgokkal is tud kommunikálni, tehát le tudja olvasni az óra aktuális állását, vagy ki tud írni a konzola adatokat, ami jó, mert tulajdonképpen így tudtunk mondjuk információkat megtudni a futásról. Tehát például debugoláshoz remekül lehet használni, de láthatjátok, hogy voltak kisebb bökkenők is, mint például kiderült, hogy az OCaml nagyon szereti a lebegő pontos számokat, annyira, hogy az időt is valós számunkként ábrázolja. A FreeBSD kernel meg nem szereti a lebegő pontos számokat, mert egy kernelnek nem feladatta a lebegő pontos számoknak a kezelése. Illetve itt a memória modellel is meg kellett küzdeni, megfelelő flageket is elő kellett keresni, hiszen sajnos a FreeBSD kernel módoknak elég speciális memória modellje van, és az alap OCaml fordításhoz nem támogatja, ez a position independent kóddal volt egy kisebb gondom. Az, mire rájöttem, az egy pár napig eltartott. Illetve hát kiderült, hogy a FreeBSD Dtrace támogatása nem tökéletes, ugyanis be akartam tenni ezekben a kernel módokban bizonyos ilyen próbákat, hiszen a Dtrace arra épül, és hát azért azzal is vigyázni kell, mert nem mindegy, hogy mit milyen sorrendben csinálunk, meg hogy hogyan. Tehát abból könnyen rendszer leállás lehet. Illetve hát nyilván emiatt még nem is volt teljesen időm arra, hogy rendes Dtrace támogatást adjak az OCaml-hez, de hát ami késik, az a vonat. És akkor itt végére, mert ugye lassan letelik az időnk, pár linket tennék itt még közszemlére. Tehát nyilván az első közülük az openmirage.org, tehát ez a Mirage-nak a saját honlapja, akinek felkeltette az érdeklődést az előadást, nyilván nem tudtam mindent elmondani, mert lehetetlen. Az Open Mirage-on tovább tájékozódhat a témában, sőt, aki látni akar egy rendes Mirage előadást, az meg is nézheti Enilt, ugye a projektvezetőjét, aki szintén tart egy részletesebb, hosszabb angol nyelvű előadást a Mirage-ra működésről. Lényegében onnan vettem egy-két részt én is, tehát ott még többet meg lehet tudni. Vannak cikkek, egyebek, illetve ott van a GitHub-on fent a Mirage-nak a repozitoria, ahol a kód is megtalálható, tehát meg lehet nézni, hogy az egész hogy épül föl. Aztán alatta még egyszer látható, hogy GitHub Mirage, de az azért van, mert időközben átfaktorálták az egészet, és az első, az AVSMS Mirage az igazából az a minden egybe, tehát az még az egyemberes projekt. A rendes Mirage az meg egy ilyen sok emberes projekt, ami nagyon sok ilyen kis csomagból építi fel a rendszert. Tehát lehet látni majd ott az oldalon, hogy a Mirage-nak a különböző funkciót különböző csomagok, OCaml csomagok segítségével reprezentálták. Aztán utána látható az én kiegészítésem, az a K-FreeBSD backend tulajdonképpen, és ez a Mirage egyik csomagjának, a Mirage platformnak egy olyan változata, ami lehetővé teszi, hogy FreeBSD-re is fordítson ki a Mirage alkalmazásokat. És a végén érdekességképpen adottam az LVT nevű library-nek is a honlapját, mert szerintem érdemes megnézni, hogy hogyan lehet ilyen nyelven, ilyen kooperatív stílusban szálakat kezelni. Erről van egy nagyon jó cikk is. És hogyha esetleg valakit felizgatott a téma, akkor ott ugye látható az e-mail címon, ahol további kérdéseket tud föltenni. Nem tudom, én szervezőket kérdezném, hogy egyáltalán jelen vannak, hogy van-e idő még bármi másra, vagy itt már be kell fejeznem. Mert mégis 42 perc letelt, úgyhogy. Én köszönöm szépen a figyelmet. A szünetben ott leszek a BSD standnál, hogy ha valakit érdekel, akkor beszélgethetünk róla. Remélem tetszett az előadás is.